mindannyiunknak az első áldozás jut valahol eszébe, mint időben első. Egyébként az első, mondjuk szó, ami eszembe jut, az a közösség, az egyesülés. Hogy én nagyon szeretek enni, és nagyon szeretem a jó bort. És egy nagyon intim ember ismeret és egy ilyen nagyon különös ember szeretetet élek meg abban, hogy a kenyér és a bor az, amiben tudok Jézussal találkozni. Valahogy az általam szeretett és ráadásul közösségben megélt élmények jönnek elő. Nekünk nagyon fontosak a közös étkezések otthon, és a családunkban mindig azok voltak, most is közös reggelikkel indulunk, ahol még az igét is elolvassuk, és olyan különös élmény, hogy ezek az elemek jönnek elő, akkor is, amikor az ember Jézust, mint kenyeret és bort magához veszi. Jézussal egyesülni valahol az életnek az értelme számunkra, keresztény emberek számára. Az egyesülésnek ez a legmélyebb formája. Egyesülünk a közösségben, az igében, egyesülünk a meditációban, az imáinkban, de ez az egyesülés legmélyebb formában. Így számomra az emberi létnek is a legerősebb Istennel való intim kapcsolata. Ezért, hogy erről beszélünk, hogy ezt éljük meg együtt, ez egy ennél nagyobbat nehéz kitalálni és mondani. Valóságos anyaga a kenyér és a bor is, miközben nagyon misztikus. Isten végtelen, és az megfoghatatlan nekünk, mégis megfogható, ezáltal nagyon közel hozható, és hozódik.